Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének volt elnöke, de soha nem aktiválta csak magát ilyen politikai, meg orvos szervezetek élén. Kezdte a klinikákon, majd 30 éve Csepelen folytatja. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Arra gondoltam, hogy indul nálunk egy sorozat, egy külsős kollégám, akivel nagyon jó barátságban vagyunk, különben egy jogász, média jogász, és napjainkban az egészségüggyel foglalkozik, úgyhogy a várandóság buktató útjairól fogunk egy sorozatot indítani, és egyáltalán hogyan lehet az elcseszett életeket rendbe hozni, és végre egy várva várt gyerekkel hazatérni. Nem egy csendes szülésről, ahogy a szakemberek mondják, ahol nem élő gyerek születik, nem újabb és újabb sikertelen kísérletekről, hanem kvázi az egészről. De a múltkor már próbálkoztam azzal, hogy egy olyan beszélgetést folytassunk le a következő 15 percben, ami a megszületett gyermeket, aki már elkerült önhöz, hozzásegíti ahhoz, hogy egy egészséges felnőtt legyen, egy nemzőképes egészséges felnőtt legyen, ami alatt azt értem, hogy minden berendezése úgy működjön neki, hogy majd a várva várt pillanatban, amikor a szerelem utoléri őt, és megtalálja a megfelelő partnert, akkor működőképes legyen mindkét fél. Mi mindent kell ehhez tennie önnek a gyerekorvosnak, illetve hogy kell, hogy ön vezesse a családot, hogy eljusson ehhez a felnőttséghez az ifjú? Nyilvánvalóan, hogy a könnyebbik oldaláról fogom elkezdeni a dolgot, tehát, hogy folyamatosan jelen lenni és figyelni arra, hogy ha probléma van, akkor azt lehetőség szerint egyrészt merjenek, akarjanak és tudjanak hozzám fordulni a szülők ezekkel a problémákkal. Értem alatta, hogy legyen olyan kapcsolatunk, hogy bármiféle problémával merjenek hozzám jönni, legyen olyan tudásom, hogy ezt, tehát nyilvánvalóan ez az én oldalam, hogy legyen olyan tudásom, amivel ezeket a problémákat felismerem. De hogyha nem szólnak, akkor az csak észreveszi, hogyha csak egy helyéje van, meg lejön, nem jön. Most ezt akarom mondani, ez a tudás része, tehát a kötelező vizsgálatokkor, de nagyon sok esetben nyilvánvaló, hogy ez az egyszerűbbik része, hogy valakinek mondjuk van egy fejlődési rendellenessége, vagy bármi, és ezt észre kell venni, és utána megfelelően gondozni. Tehát ez azért, hogy úgy mondjam, egy minimum, ami az orvostól elvárható. De sok, ez nem is szokott azért nagy problémát jelenteni, tehát ez a része működik a dolognak, de hála Istennek általában azért nem a fejlődési rendellenességgel született, vagy valamilyen beleszületett betegségben szenvedő kisbabák vannak többségben, tehát ne erről beszéljünk, hanem azokról, akik egyébként az indulás pillanatában, tehát amikor ugye a startpisztolyán dördült és ők világra jöttek, akkor minden adottságuk meg van arra, hogy azt a bizonyos életet éljék majd, amit a Jóisten szállt nekik. Igen, tehát ami a lehetőségek, de mit kell tenni a szülőnek, és nyilvánvaló, hogy az orvosnak figyelni, illetve a szülőt segíteni, és a szülőt, most a segíteni alatt, és ne értse senki ezt a fogalmazást félre, vezetni. De hát ma már elnézést, hogy közben szólok, ma már nincsen Spoke, ehelyett van internet, annét a bődületes marhaságok. Pontosan ide akartam, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés volt, ugyanis a szülő, nincs kétféle mankója. Szülő van. Az egyik az, aki nem nagyon foglalkozik a gyerekével, nyilvánvaló, hogy ott az a feladat, hogy egy kicsit azért egészségtudatossábbá tegyük. Hát foglalkozik, lehet, hogy el van foglalva azzal, nem hogy annyira. Legyen mit enni, és legyen hol lakni. Igen, és ezzel kimerítette. Igen, így fog. Így, de ez így a nomád pásztorkodás, ez igen, nem elegendő. Nem, így van. Tehát a másik, aki tényleg, és ez a jó, aki szeretne
mindent megadni a gyerekének, mentálisan is, táplálkozásban, tehát az életmód minden egyes részében, de nincs mankója, úgy, ahogy mondta az előbb, nincs mankója, tehát ebből következően filozófiám szerint a jó házi gyerekorvos az, aki ezt a mankót adja, és tulajdonképpen csak egy zárójel, vagy egy igenbe, hogy ezért tartom olyan szomorúnak azt, hogy egyre inkább abba az irányba halad a dolog, hogy a klasszikus értelemben vett házi gyerekorvoslás, gyerekorvosi alapellátás az a megszűnőben van a kihalás és az utánpótlás hiánya miatt. Tehát sajnos pont ez a része az, ami meg fog szűnni egy belátható időn belül, mert a legfontosabb, hogy az a gyerek egészségben is nőjön fel, és utána egy olyan egészségi állapotban lépjen át a felnőtt korba, amikor ténylegesen minden esélye megvan arra, hogy ő egy teljesen egészséges felnőtt kori életet éljen, abban a gyerekorvosoknak szerintem nagy szerepük lenne. Lehet, hogy a gyermekorvoslásnak nem jó a brendje, lehet, hogy önök nem tesznek egyesületileg vagy személyesen eleget annak, hogy szerintem pedig nincs annál fontosabb, hogy egy aggódó szülő nyugodtan tudjon aludni menni, mert egy jó gyerekorvos van. Éppen azért, mert mint a felvezetőben, tehát most már 35 éve ott vagyok, és ezt csinálom 35 éve, és most már második, meg egy lassacskán majdnem, hogy a harmadik generáció is bekerül a néhány idősebb kolléganőnk mondta, hogy igen, ő már olyanokat, akinek a nagymamáját is kezelte, olyanok is kerülnek csecsemőként most hozzá. Tehát így végigvisszük az egészet. Nem tudom, hogy brand kérdése, de kétségtelen tény, hogy csökken ez a fajta igény, ugyanakkor, és ez nem kap megfelelő hátszelet egyébként az egészség vezetésétől sem, és ez teljesen kurzustól függetlenül az elmúlt ahány éve csak dolgozom, ez érvényes. Tehát, hogy nincs az alapellátást nem arra használja az egészségügyi kormányzatok, szándékosan mondom többet, mert itt sajnos negatív értelemben nincs különbség az elmúlt 25 év összes egészségügyi kormányzatában, amire szerintem kellene, pont amiről beszélünk, hanem különböző ilyen adminisztratív tevékenységek végrehajtására, meg bizonyos funkcióknak a végrehajtására, amire éppen máshol nincsen. Tehát ez az, amit én sokszor elmondok interjú kapcsán, hogy egy strukturális változtatást kellene az egészségügyben csinálni ahhoz, hogy az jól működjön, és nem lehet az egyes pontokat ilyen mozaikszerűen kiemelni. Valaki próbáljon egy puzzle-t úgy kirakni, hogy az egyik darabot kiveszi, és egy teljesen más alakút belepróbál préselni a helyére. Tehát ez a része, de hogy ne kanyarodjunk el nagyon az eredeti témától. A táplálkozás, az életforma, a mozgás, a minden, tehát amire rá, tehát az, hogy egy egészséges életmódban éljen. Az, hogy, és most véletlenül se akarok belemenni ebbe az oktatásügyi mizériába, hogy most a mobiltelefonok elzárása... Nem, de attól, hogy a gyerek stresszesen kerül ki az iskolából, De maga az a tény, hogy a gyerekek az egymással való kommunikáció helyett egy mesterséges kommunikációban élik le az életüket, és ugye az a baj, ami nem emberbarát, hogy különben. Nem, hogy annyira nem emberbarát, hogy ez egy irányított valami, tehát nem az individuum kialakulása felé haladunk, hanem egy ilyen robotizált világba, viszont sajnos rossz hírem van, a robotok, ha elkészítik őket, mesterséges intelligencián egy egyéb, azok robot szempontból jobbak, mint egyébként a nem túl... De az a baj, hogy nagyon rámenősek, mert véletlenül pótalkatrészt kerestem az elektromos fogkefémhez, és azóta nem tudom megszabadítani az oldalaimat. Ez így van, mert ez a mai világ, tehát például most, és nem akarok itt demagógiába átmenni, de például az, hogy a gyerekeket
ki az, aki erre a világra fölkészíti, amit, amiben még mi is keressük magunkat. Jó, mi nem ebbe szocializálódtunk, de mondjuk a mi gyerekeink korosztálya, aki már sokkal inkább ebben szocializálódott, még nekik is jelent problémát, akkor tizenéves gyerekektől hogy várjuk el, hogy ők majd ezeket meg tudják oldani? És ezekből olyan mentális, pszichoszomatikus betegségek és egyebek következnek, itt kerülök be én, mint gyerekorvos, tehát a gyerekorvosok, amit kérdezik, itt kerülünk bele a képbe, mert ezeket fölismerni és rájönni az, hogy honnan datálódik, és ott megpróbálni segíteni, ez egy nagyon fontos feladat, amire egyre kevesebb idő van, egyre kevesebb lehetőség van rá, hát de pedig, nagyon nagy szükség pedig én van arra rá. Gondolok, mondom én ezt, mint egy 72 éves öregember, aki azért gyakorló gyermekorvos látogató volt a gyerekei véget, az volt a biztos hely, akivel azt lehetett mondani, hogy te nagyon jól megy neki a suli, de lehet, hogy ez a gyerek stresszes, és akkor megtaláltuk. Tehát szerintem az élet nehézségeinek az előbb bukkanó árnyékait már lehet látni azok, gyermekkorban, azok, és ott lehet igazítani. Van, azok a szülők, anyukák, akikkel... Mondjuk az, viszont, apukák is. Apukák is, de azért ezt inkább az anyukák szokták csinálni, tehát itt most semmiféle áthallást kérem szépen a nézőket, hogy ne vegyenek. Tehát akik sokszor mondják, hogy az a jó, hogyha a gyerekorvos, és ezt szeretné, hogy egy támaszt jelent. Tehát amikor, úgy, hogy mondom, amikor neki gondja van, bármilyen típusú, és azt nem tudja, hogy mi a helyes megoldás, akkor meg tudja kérdezni. Nem biztos, hogy én fogom tudni, mert nem vagyok sajnos mindenható. De azt, hogy egy kicsit, én úgy szoktam fogalmazni, hogy menedzselni egy kicsit ezt Pistike az egészet. Pistike négy éves, igen. És még bepisil, vajon mit kéne igen, csináljon. Igen, és akkor nem megkérdezni, hogy... Nem a fenekét, hanem megoldani. Igen, hogy mi van otthon, mi van az óvodában, mi történik, mert valami Pistikében odabent nem stabil, és ez váltja ki, és azt, hogy mi a nem stabil, és hogy kell stabilá tenni azt a dolgot Pistikén ott belül, az sokszor nem a hallgató, tehát úgy értem a fonendoszkóp, mint hallgató kérdése, és ez is a része lenne a mi munkánknak. Amikor Csintalan Sándor megszületett, újságíró kollégám akkor még volt Spock, úgyhogy elképzelhetően őt 100%-osan nevelték, aztán megnézzük, hogy most milyen állapotban van, hamarosan őt kapcsoljuk, tartsanak velünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és akkor legközelebb itt folytatjuk. Köszönöm. Az elmúlt percekben, az elmúlt szűk negyed órában dr. Póta György, Házi Gyermekorvosok Egyesületnek volt elnöke, még ma is funkcionál, 35. esztendeje jár ki Csepelden. Na most gondolják el, hogy a budai gyerek Csepelden jár ki, ez a második otthona neki. Köszönöm.